Üdvözöllek újra a csatornámon, ma egy különleges videóval készültem. Ebben a videóban 5 plusz 1 tippet szeretnék megosztani veletek, amelyel talán még jobb pottyhorgászok lehettek. Azt javaslom, hogy maradj a videó végéig, mert a plusz 1 tipp lesz a legkülönlegesebb és talán a legértékesebb. Köszönöm azoknak, akik feliratkoztak eddig a csatornámra. Szeretném, hogyha ez a lendületetek tovább tartana. Köszönöm azt a rengeteg megtisztelő kommentet, illetve lájkot, amelyet a videóimra nyomtok. Úgyhogy nagyon nagy elismerésem számotokra, és nagyon-nagyon köszönöm. Az első tippem az az volna, hogy tűzzék ki magad elé egy olyan célt, ami abszolút nem légből kapott, abszolút van rá reális esély. Ezt én valahogy úgy képzelem el, hogy ha úgy megyünk ki horgászni, hogy csak kimegyünk, kicsit pecázgatunk, majd lesz valami, az nem szokott mindig túl jól elsülni. És nem kell attól félni és attól aggódni, hogy mi lesz, hogyha ezt a célt nem érjük el. A célok azért kellenek, hogy legyen miért, legyen értelme annak, hogy mi ott vagyunk. És higgyétek el, hogy ha megvannak a reális céljaink, akkor sokkal könnyebb lesz elérni azokat. A második tippem a szerelék lenne. Mint tudjuk, egy jó horog, meg egy jó horog előke nélkül azért elég nehéz halat fognunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a horog előke, illetve a komplett szerelék, értem ez alatt az ólomrendszert is, teljes összhangban legyen, és nagyon-nagyon kifinomult legyen. Egyébként több videót készítettem már a bojlis horog előkéről, ezeknek a videóknak a linkjét meg fogod találni a leírásban. Ehhez még hozzá tartozik maga a horog élezés is, amelyet én minden egyes szerelékemnél megcsinálok. Én azt szeretem, hogyha tökéletes a végszerelékem teljes egésze. Lehet, hogy egy élezett horoggal csak egyetlen egy halat tudunk fogni, viszont sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogyha a hal felszippantja a csalinkat és vele együtt a horgot, akkor abból szákolás is lesz. A harmadik tippem a csali lenne. A csali mindig egy szélsőséges dolog. Független attól, hogy ki milyen bojlit használ, milyen csalit tűz a hajszálára, viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy bízzunk ebbe a bojliba. Gondoljátok el azt, amikor elértek ahhoz, hogy nem kell azon gondolkodnotok, hogy vajon jó csalival horgászom-e, vagy éppenséggel jó ízt választottam. Hogyha eljön ez a pillanat, akkor válik a ponthorgászat igazi értékké. Itt nem feltétlen a jó csali választásra gondolok, hanem nincsen inkább arra, hogy próbáljuk letenni a voksunkat egy márka, vagy éppen egy gyártó mellett. Higgyétek el, hogy sokkal könnyebb lesz így horgászni, és nagyon-nagyon szorosan összefügg a negyedik tippemmel. A negyedik tippem a türelem lenne. Mikor tud a ponthorgász türelmes lenni? Akkor, amikor bízik a csaliában, akkor, amikor a szereléke tökéletes, tökéletes a horga, tökéletes az ólomrendszere, nem kell azon gondolkodnia, hogy most új szereléket kell feltennem, vagy egy új csalit kell feltennem, tehát tud a ponthorgász türelmes lenni. A türelem sokszor nehéz dolog, főleg akkor, amikor az embernek a rohanó hétköznapjaiba egy-egy éjszakára, vagy egy-egy napra van csak ideje kimenni horgászni. Viszont ha teljesen összeállt a kép, megvannak a reális célok, megvan a megfelelő csali, és elkészítettük a legjobb horog előkét, akkor úgy gondolom, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudjunk fogni egy szép halat. Az ötödik tippem a helyválasztás. Tudom nagyon jól, hogy mindenkinek korlátozott mennyiségű éves szabadsága van, és sokszor lefoglaljuk a horgászhelyeket előre, hogy az a hely biztosítva legyen számunkra, amikor odaérkezünk. Viszont nem feltétlen biztos, hogy ez a legjobb horgászhely abban az időszakban. Itt arra gondolok, hogy szánjunk arra időt és energiát, hogy az előttünk lévő területet maximálisan feltérképezzük. Sokszor jártam már úgy, hogy elmentem egy hét horgászatra, és 2,5 nap után arra döbbentem, hogy totál rossz helyen horgáztam. Én is link voltam, nem figyeltem kellőképpen oda, szerettem volna, hogy a szerelékeim minél előbb a mederben legyenek,
és szinte elpocsékoltam 2,5 napot. Ezt megelőzhettem volna úgy, hogy másfél-két órát még szántam volna az időmből arra, hogy az előttem lévő területet pontosan, optimálisan és precízen felmérjem. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy ezt ne mullasszátok el, és szálljátok rá az időt. És a plusz egy tipp. Nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam ezt meg, illetve lehet, hogy többen majd hülyének nézték, és megmosolyogjátok ezt az egészet, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy békében menjünk el horgászni. És én itt arra gondolok, hogy a családunktól úgy váljunk el, amikor elmegyünk horgászni, hogy ne legyen köztünk parázsvita, és egész más lesz a horgászatnak a kimenetele, hogyha tudod azt, hogy várnak haza tártkarokkal, nem pedig minden nap fölhív a párod, a szerelmed, a bárkid, hogy mikor jössz már haza, lehetnél éppen itthon is, miért kell neked ott lenni, stb. Stb. Higgyétek el, hogy ez olyan szinten rányomja a bélyegét a fogásotokra, hogy elképzelhetetlen. Több olyan barátom is van, aki hasonló cipőben jár, és olyan furcsa dolgok történnek velük, amit még nagyon nehéz megmagyarázni is. Például az egyikükkel eltörik a forgója, amiben a horog előkéje van akasztva. Fel tudjátok ezt fogni, hogy törik el egy forgó? Mert egyszerűen fejben nem tiszta, nincs ott teljes egészébe is, és valahol ez megmutatkozik. A másik nagyon jó cimborán meg minden hala leakad neki. Pedig tökéletes a szerelék, nagyon ügyes horgász, nagyon jól optimalizálja mindig a felszerelését, és mindig leakad neki a hala. Azért tartom ezt fontosnak. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ti vagytok-e ilyen cipőbe. Nyugodtan írjátok meg kommentbe, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert tudom azt, hogy ha nem vagy teljesen tiszta fejben és lélekben, akkor nem fogsz tudni jó halakat fogni. Tehát annyi minden dologból áll ez a horgászat, sokan azt gondolják, hogy aki mentek oda pecázni, belógattok, aztán vártok, lestek, iszogattok. Nem így van ez. Ez annyira összetett és bonyolult. Aki komolyan veszi magát ezt a horgászatot, az tudja, hogy miről beszélek. Egyszerűen végletekig lehetne menni az apró részletekbe, hogy minden a helyére kerüljön. Úgyhogy gondolkodjatok el ezen, kérlek, és feltétlen írjátok meg, hogyha van nektek is hasonló tapasztalatotok. Ez a videó most ennyi lett volna, nagyon kis rögtönzött voltam, meg egyszer csak leültem ide a kamera elé, és elkezdtem ezt az egészet mondani, mert olyan szinten kikívánkozott belőlem. Remélem, hogy tetszett, és bízom abban, hogy tudtam némiképp segíteni neked is, úgyhogy találkozunk a következő filmemben. Sziasztok!